egy komoly, tartós női brandet fogok építeni a Lékára. Olyan hamar elmúlnak ma a dolgok, és annyira változékony a világ, és szerintem a barátság és az emberi kapcsolatok, ezt mindig elmondom, a legtöbbet érnek, mert mindent meg tudsz vásárolni a világon, de az biztos, hogy nem a valódi igazi barátságot. Itt vagyunk a Sugarbőr bemutatón. Anyai és apai büszkeséggel teli szülők várakoznak, ugyanis a leányotok volt az egyik sztármodell. Mik bugyognak most bennetek? Én nagyon büszke vagyok a lányomra. Nekem ő a legszebb, ő a legokosabb, és ő a legsportosabb. Én is elfogultság nélkül mondom azt, hogy nagyon büszke vagyok rá. És fantasztikus látni azt, hogy amikor ő megszületett, akkor mi dolgoztunk együtt a Hédivel, a Sugarbird megálmodójával, és RR kollekciós fehérneműt csináltunk akkor, és hát Lara akkor született, és most itt van a Sugarbird ruhákban, szóval ez egészen elképesztő, és kicsit megható is. Úgyhogy az, hogy tényleg Hédit 21-22 éve ismerem, és most a lányom az általa megálmodott gyönyörű szép ruhákban, vagy ruhákat mutatja be, nagy büszkeség mind a kettő, Hédinek a munkája is, és a lányomnak a ragyogása. A lányotok most egy önálló brand lett, ha úgy vesszük, és igazából bármelyik kanapéhúszárt ki tudja már ütni, ahogy azt a Starbucksban is láthattuk. Milyen érzés így, ha leültök nyugiban otthon, és belegondoltok, hogy a gyermekeitek önállóan is, tőletek függetlenül már nagyon sikeresek? Ezt mondtad valamelyik este. Hát igen, úgy érzem, hogy két gyerekünk már lassan sinem van, tehát Norvika és Lara már pályára álltak, még Zánnal kell kicsit foglalkozni, de így 54-es fejjel ezt megélni nagyon jó érzés. És hát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy amellett, hogy sikeresek, és amiben próbálgatják magukat, nekem nagyon tehetségesek is, amellett nagyon szép az értékrendjük, szép a lelkük, jó emberek, és azt gondolom, hogy ez a mai világban, ez egy igazán nagy kincs, úgyhogy ha a kettő együtt párosul és hosszú távon tud működni, akkor ez egy hosszú, nagyon sikeres életet hozhat. Úgyhogy igen, és hát nagyon jó testvérek. A fiúk is, a Lara a fiúkkal, úgyhogy igen, sinem vannak. Sikeres gyermekek mögött sikeres szülők vannak, de viszont most kemény éveken vagytok túl. Van-e valami jövőbeli nagy projekt, amivel készültök, amivel megújultok? Azért ti általában nem maradtok csöndben, nyugiban. Milyen jövőbeli tervek, ötletek vannak most Norbi és Réka fejében? A Réka Algrafon márka, ami 14 éves márka, ezt építjük. Én beadom összes tudásomat, és jövünk ki nagyon sok egészséges élelmiszerrel, ételházhoz szállítással, ételkiegészítőkkel, szóval applikációval, szóval egy komoly, tartós női brandet fogok építeni a Lékára. Az online tér azt gondolom, hogy nagyon erős, nyilván gyere, nagyon fontos. Gyere, de nyugodtan rólad van. Sziasztok! Csodálatos, fantasztikus, az egész család. Édes csillag. Köszönöm. Panka is gyönyörű vagy, és én is akarok újra bugyiban, és egy kis kabátban járkálni. Olyan, mikor? Szerintem még elintézhető. Persze, abszolút. Meg miért ne? Nem mindenki. Ma már mindenki lehet a... Igen? Én akármikor találkozom Klau lányával, Pankával, mindig írom a Klaunak, hogy annyira gyönyörű lelke van a lányodnak, mint amilyen szép kívülről, és akkor, te tényleg, szinte mi csak el, tehát ritkán beszélünk, de akkor mindig a Pankát dicsérem, és annyira jó látni az, hogy ők jó barátságban vannak a Larával, a Panka és a Lara, és tényleg azt el kell mondanom, hogy
nagyon-nagyon büszkék lehetünk a gyerekeink értékrendjére, mert a Pankának is van egy olyan szép lelke, ami szerintem a mai világban nagyon ritka. Igen, de szerintem ez egy tök fontos dolog, amit mondasz, ez, hogy ők jobban vannak, és hogy ez egy nagyon régóta tartó, tehát tényleg pici koruk óta, mert talán ez a legfontosabb, hogy valami hosszan tartson, mert olyan hamar elmúlnak ma a dolgok, és annyira változékony a világ, és szerintem a barátság és az emberi kapcsolatok, ezt mindig elmondom, a legtöbbet érnek, mert mindent meg tudsz vásárolni a világon, de az biztos, hogy nem a valódi igazi barátságot. Úgyhogy, és hát nemrég volt a szülinapja ennek a kisnőnek, úgyhogy boldog szülinapot. Csókollak. Nagyon köszönöm. Sok sikert egyébként meg a ringben. Látod, mondtam, hogy megverem. Puszi, Klaudia. Szerintem ide nem kell zárszó, ez nagyon szép volt, nagyon jó volt, büszke szülő, gratulálok, kisasszony, még öntől egy mondat, bocsánat, mert elszalad, látom, hogy már nagyon útra kész. Milyen érzések bugyognak benned? Végigvonultál a sugárből bemutatóján, amint, mint az anyukád, apukád elmondta, az ismeretségük egy éves veled? Idős veled. Idős, mert hogy amikor te megszülettél, akkor mi a Hédivel csináltunk egy Rubintréka fehérneműt. 20 éve. És te akkor születtél, és most meg itt vonulsz a ruháikba. Hát nekem egyébként hatalmas nagy megtiszteltetés, mert én egyébként modellkedni szerettem volna, csak a magasságom miatt ez nem sikerült, mert 163 centi vagyok, nagyon alacsony. Mázlid van, hogy a mai világban bárki bármi lehet. Igen, egyébként igen, de maradok boxoló. Igen, és én konkrétan annyira, de annyira örültem ennek a megkeresésnek, konkrétan egy álmom vált valóra, mert mindig is nagyon sok munkám volt már közös a sugárbőrdel, de még sosem vonulhattam végig kifutójukon, úgyhogy ez nekem hatalmas nagy megtiszteltetés volt, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, tényleg úgy éreztem, hogy itt a helyem, ez nagyon jó volt. Büszke szülők, boldog gyerek, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok.